Szerencsés napot kívánunk, kedves nézőink! 4 óra múlt, körülbelül 3 perccel élő adásban sorsoljuk a hatos lottó nyerőszámait itt az RTL Klub képernyőjén. Mivel múlt hét vasárnap nem volt teli találatos, ez azt jelenti, hogy most a 27. játékhéten szerencsés esetben mindjárt látják 125 millió forintot lehet nyerni. Sok szerencsét kívánok hozzá! Ma is velünk van a Szerencsejáték ZRT sorsolási bizottsága, hogy felügyelje a műsort. Az elnök Tóth Sára. Jó napot kívánok! Közjegyzőnk dr. Sándor Zoltán. Jó napot kívánok! Hadszámhúzó ma is itt van a stúdióban, ők azért érkeztek ide, hogy nagyon sok pénzt nyerjenek. A kihúzott nyerőszám 6000-szeresét. 30 ezer forint alapnyeremény ma is megilleti őket. Timi lesz a segítségemre. És akkor, kedves nézők, készítsék elő a szelvényeket, kezdjük a sorsolást. Első húzónk Miskolci, Kincses Bélának hívják. Béla járt már a stúdiónkban, akkor a 35-ös számot húzta ki. Most viszont egyszerűen annyit mondott, hogy 1 és 45 között bármit szívesen kihúz. És nézzük, 9-es az első nyerőszám. Szerintem azért ez egész jó nyeremény, 54 ezer forintot nyert. Köszönöm szépen. Második játékosunk Tatabányán él, Németh László. Tervező, szakértő, bányamérnök, és azt mondta, hogy egy téli nyaralásra gyűjt. Remélem valami jó kis trópusi helyre el tudnak majd utazni. Két gyereke, egy unokája van, és Borbálának az unokának egy szép ajándék lesz, az biztos. 20-as ugyanis a második nyerőszám, ez 120 ezer forint. Gratulálok hozzá! Harmadik játékosunk Apcon él, Édes Pál. A legfontosabb információval kezdem, ugyanis Pál 4 részre fogja osztani majd ezt a nyereményt. 2002-ben a Skandináv Lottó számhúzója volt, ez eddigi legnagyobb nyereménye, és nézzük, hogy most mit forgatnak vissza a lottóba. Lesz mit visszaforgatni, 15-ös, ez a harmadik, 90 ezer forintot hozott, köszönöm szépen. Negyedik számhúzónk Pilisvörösváron él, Fresz Péter. Villamosmérnök a szakmája, elektronikai szakoktató egy újpesti iskolában, és 22 éve tévéket javít, amit én külön köszönök, mert remélem sokan nézik a műsorunkat. Nézzük, és az eddigi legnagyobb nyeremény ma 37-es, ez a negyedik. Gratulálok 222 ezer forinthoz. Maglódi, ötödik játékosunk, Kintera Károlyné. Zsuzsi férje tavaly 1 millió forintot nyert az ötös lóton, de mondom a lényeget. Azt mondta Zsuzsi, hogy tandemes ugrásra készül ebből a nyereményből, és egy tetoválás is csináltat, mondjuk egy 4 levelű lóherét, mit szól? 24-es, ez az ötödik, szerintem ez egy jó nyeremény, ebből ugorhat, csak legyen ott biztosítás, 144 ezer forint, köszönöm szépen. És akkor következik a hatodik nyerőszám húzója, Lőrinc Attila, Eleken él. Hát, ő 30 részre osztja majd ezt a nyereményt. Ó, ez egy alapos keverés volt. Másfél éve a hatost húzta, azt is 30 részre osztották, hát az nem fizetett túl jól. Na, remélem most többet nyernek. Többet bizony. A hatodik nyerőszám a 32-es. Szívből gratulálok. 192 ezer forintot nyertek, de ezt nem osztom el 30-al. Kedves nézőink, már is megvannak a 27. heti hatos lottó nyerőszámai. Nézzük emelkedő számsorrendben. 9, 15, 20, 24, 32, 37. Ha számhúzónak szeretnének hozzánk jelentkezni, kérem tegyék meg, akkor 1350 forintért legalább venni kell egy hatos lottót, és vasárnap éjfélig várjuk a pályázatokat, vagy telefonon 061-224-2626, vagy pedig honlapunkon a www.szerencsejáték.hu-n keresztül. Egyébként ugyanezekkel a szelvényekkel esélyük van arra, hogy szombatig naponta 1 millió forintot nyerjenek a hatos lottó akciójában, az összes pályázó között ráadásként még 10 millió forintot is kisorsolnak. További részleteket mondok most a Joker számról is, amit tegnap sorsoltak. 1-8-0-0-1-1. A Jokeren nem volt teli találatos, így ott 40 milliót nyerhetnek jövő héten. És akkor nézzük, hogy teli találatos születette most itt a hatos lottón. A 87 darab ötös darabja 176.095 forintot fizet, és most minden kiderül, lett-e teli találatosunk, nézzük? Sajnos nem. Ez azt jelenti, hogy halmozódik a főnyeremény, és jövő héten kerek 200 milliót nyerhetnek itt a hatos lottón. Várjuk Önöket akkor is, a figyelmet köszönjük, viszontlátásra!